Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket az STS Szabad Egyetem 22. szemeszterének 11. szemeszter záró előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. Az STS Szabad Egyetem 22. szemeszterében összesen 11 előadáson vehettek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között, ezért Önök itt az előadás után tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Mai előadónk dr. Habil Újvári Gábor történész. 1960-ban Budapesten született. 1984-ben az ELTE BTK-n magyar nyelv és irodalom történelem szakos középiskolai tanárként, majd 1990-ben ugyanitt levéltárosként szerzett diplomát. Több helyen is dolgozott könyvtárosként és levéltárosként. 1994 és 98 között a Bécsi Collegium Hungaricum tudományos igazgató helyettese. 1998-tól 2000-ig a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma művészetért, a külföldi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárságának titkárságvezetője, főosztályvezetője. 2000-től 2002-ig a Bécsi Collegium Hungaricum tudományos igazgatója, egyben az általa újjáalapított Bécsi Magyar Történeti Intézet igazgatója, majd 2002-2004 között a Balassi Bálint Intézet alapító főigazgatója. Ezután 2013-ig a Kodolányi János Főiskola tanszék, majd intézetvezetője. 2 éven át tudományos rektor helyettese. 2014-től a Veritas Történetkutató Intézet Hortikori Kutatócsoportjának vezetője. 2016-tól egyben intézetvezetője. 1997-től kandidátus, 2005-től főiskolai tanár. 2006-ban habilitált. Főkutatási területe a magyar kulturális diplomácia, a 20. századi magyar kulturális politika és legjelentősebb szereplőinek életútja, illetve a magyar történetírás 20. századi története. Felkérem professzor urat, tartsa meg előadását. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm én is valamennyiüket, és olyan valakiről fogok szólni, aki azon kevesek közé tartozik, akik úgy gondolom, hogy államférfinak nevezhetőek a 20. századi magyar történelemben. Én 4 ilyen államférfit látok ebben az időszakban, gróf Tisza István, gróf Bethlen István, gróf Klebersberg Hunolt, illetve bár erről majd a történelem mond ítéletet, hiszen kevés még a távlat ehhez, Antal Józsefet gondolom ilyen formátumú politikusnak. Klebersberg Kuno egy nagyon gazdag pályát járt be az egyetem elvégzése után, rögtön a miniszterelnökségre került, ahol nagyon gyorsan emelkedett a hivatalnoki ranglétrán. Segédfogalmazóként kezdte, hiába volt grófi család sarja, és innen jutott el, ma úgy mondhatnánk, hogy a főosztályvezetői pozícióig, majd 1913 és 1917 között ennél is magasabbra, hiszen ebben az időszakban a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumnak volt az adminisztratív, ahogy ma neveznénk, politikai államtitkára, 1917-ben pedig egy rövid ideig politikai példaképe gróf Tisza István mellett, a miniszterelnökségnek a politikai államtitkári pozícióját is betöltötte. Klebersberg Kuno először még államtitkári ideje előtt 1912-13-ban foglalkozott az egyetemek ügyeivel. Ugye 1912 ebből a szempontból Magyarországon óriási változást hozott, hiszen addig mindössze két tudományegyeteme volt Magyarországnak, az 1635-ben alapított Nagyszombati Egyetem, amely a mai ELTE-nek a jogelődje, és második egyetemként pedig a Kolozsvári Tudományegyetem jött létre 1872-ben, az a Kolozsvári Tudományegyetem, amely aztán 1921-ben ide
Szegedre költözött. Most Klebersbergre visszatérve, ő közigazgatási bíróként dolgozott, amikor 1913-ban az első egyetemi programot dolgozta ki. Ez a Debreceni Egyetemmel volt kapcsolatos, hiszen, mint mondtam, 1912 annyiban volt mérföldkő a magyar egyetemtörténetben, hogy ebben az esztendőben két egyetemet is létrehoztak, az egyiket Debrecenben, a másikat Pozsonyban. Klebersberg Kuno, aki nagyon gazdag munkásságot fejtett ki, elsősorban a Balkán irányába, hiszen egy olyan egyesületnek volt az elnöke, illetve ügyvezető igazgatója, de gyakorlatilag ő végezte az elnöki teendőket is, a Julián Egyesületnek, amelynek az volt a célja, hogy a Horvátországban, Dalmáciában, Bosznia-Hercegovinában élő magyaroknak a kulturális gondozását erősítse, és a Balkánnal való kapcsolatokat is próbálja fokozni. Nos, ennek érdekében ő 1913-ban azt javasolta, hogy a Debreceni Egyetemnek a fő feladata a Balkánnal való foglalkozás legyen, ami elsősorban a török filológia, a török történelem, illetve a bizantinológia és a szlavisztika felé irányult volna. Ez a tervezete aztán nem valósult meg. Egy másik egyetemmel immár államtitkárként került kapcsolatba, hiszen 1917 áprilisában Kolozsvárnak lett az egyik országgyűlési képviselője, és ebben a minőségében, a programbeszédében kiemelte, hogy új egyetemi tanszékeket kell létrehozni Kolozsvárot, illetve internátusokat, diákszállókat kell alapítani. Ezek az új egyetemi tanszékek 1918-ban részben létre is jöttek, a fényképen látható Kolozsvári Tudományegyetemen. Itt a központi épületet látjuk, ami a mai kolozsvári Bábes-Bolyai Egyetemnek is a központi épülete. 1910-ben adták át rendeltetésének, itt pedig a Kolozsvári Egyetemi Könyvtárról láthatunk egy fotót. Nyilvánvaló, hogy mindaz, amit elmondtam az előzőekben, az első világháború előtti és az első világháború vége előtti időszak teljesen más volt a magyar kultúrpolitika történetében, mint az osztrák-magyar monarchia és benne Magyarország összeomlása utáni időszaké. 1918 után a magyar kultúrpolitikát teljesen újra kellett gondolni, újra kellett építeni. Mi volt ennek az oka? Hát elsősorban az, hogy két egyetemet elveszített Magyarország, a Debreceni Tudományegyetemet és a Pozsonyi Egyetemet, emellett pedig számos más felsőoktatási intézményt, két gazdasági akadémiát, két jogakadémiát, a Fiumei Kiviteli Kereskedelmi Akadémiát, hittudományi főiskoláknak a sorát. Na most ezen intézmények közül voltak olyanok, amelyek Magyarországra menekültek azután, hogy az intézményt magyar nyelvű intézményekből az új állam nyelvével működő intézményé változtattak át. Két tudományegyetem is ezt tette, a Kolozsvári Tudományegyetem, amely először Budapestre, majd Budapestről Szegedre menekült, ahol 1921-ben kezdte meg az oktatást. A másik pedig a Pozsonyi Tudományegyetem volt, amely szintén a Kolozsvárihoz hasonlóan 1919-ben először Budapestre, majd Budapestről 1923-ban Pécsre helyezte át a székhelyét. Hát emellett még mindenképpen meg kell említeni a Selmecbányai Akadémiát, amely szemben az előbbi két tudományegyetemmel, szinte a teljes felszerelésével és könyvtárával menekült Magyarországra, és Sopronban kapott helyet, de jogakadémiák is voltak, amelyek Magyarországra menekültek, és itt kaptak új helyszínt. Most részben ennek köszönhetően, részben pedig annak köszönhetően, hogy
Magyarország nagyon nagymúltú magyar kultúrával rendelkező városok sorát veszítette el, Pozsonytól kezdve Kassán át, Nagyváradig, Aradig, Temesvárig, Marosvásárhelyig, Kolozsvárig, Szabadkáig, Újvidékig, lehetne még sorolni további városokat is, illetve annak köszönhetően, hogy magyarok százezrei a mai kutatások szerint összesen 400 ezeren menekültek el az új államok területéről, tehát Erdélyből, Felvidékről, Délvidékről, Csonka Magyarországba, a trianoni Magyarországba. Nyilvánvaló, hogy a revíziónak a követelése mind a kulturális politika, mind pedig a nagypolitika terén elsődleges volt, amit számos ehhez hasonló plakát is tanúsított ebben az időben. Mit mondott mindenről Klebersberg Kuno, aki 1922-től töltötte be a vallás- és közoktatásügyi miniszteri pozíciót, egészen 1931-ig, de már 1922 előtt is a magyar kultúrpolitikában nagyon jelentős szerepet játszott. 1926-ban a következőt említette ennek kapcsán, idézem. A trianoni szörnyű béke elragadta tőlünk Kolozsvárt és Pozsonyt, és a tragikus összeomlás idején két anyagi eszközök és födél nélkül álló egyetemünk maradt, ez ugye a budapesti és a debreceni, és amíg el sem készült debreceni. Megint fölmerült és feleletre várt a nehéz kérdés, beérjük-e a budapesti egyetemmel, megszüntetve a vidékieket, vagy hősi erőfeszítéssel megakadályozzuk, hogy a magyar állam katonai lefegyverzése után elkövetkezzék a magyar faj kulturális fegyverletétele. Klebersberg kultúrpolitikájának éppen ez volt a lényege, hogy ez a kulturális fegyverletétel ne következzen be, és ezért támogatta ő is minden erejével, hogy megmaradjon az a tudományegyetemi struktúra Csonka Magyarországnak, ami egykor a háromszor akkora Magyarország területére volt méretezett. Na most Klebersbergnek volt egy szomorú öröksége az egyetempolitika terén, ez az 1920-as 25. törvénycikk, a numerus clausus törvény, ahogy nevezni szoktuk. Mi magyarok a numerus clausus csak erre a törvényre értjük, miközben a numerus clausus kifejezés az általános egész Európában, és tulajdonképp még napjainkban is él Magyarországon is, hiszen mit jelent a numerus clausus? Azt, hogy zárt szám van az egyetemeken, csak bizonyos számú hallgatót vesznek fel egy-egy felsőoktatási intézménybe. Ez a törvény szakítás volt ebből a szempontból az előző korszaknak az örökségével, amikor mindenki egy érettségi birtokában bármelyik egyetemre mehetett, hogyha gimnáziumi érettségie volt, hogyha reálgimnáziumi érettségie volt, akkor csak gazdasági, természettudományi, kereskedelmi szakokra iratkozhatott be. Mindenesetre az érettségi a felső oktatásba való bejutást jelentette. Ez a helyzet változik meg Magyarországon az 1920-as törvénnyel, és él mindmáig ez a numerus clausus, nem olyan értelemben persze, ahogy azt 1920-ban meghozták, hiszen a zárt szám törvénye mögött elsősorban az állt, hogy a zsidókat, az izraelitákat megpróbálják kiszorítani az egyetemekről. Hozzáteszem, ennek is volt részben politikai, részben pedig kultúrpolitikai oka. A politikai ok az volt, hogy Magyarországon az 1919-es tanácsköztársaságot követően rendkívül erős antiszemita hullám következett, részben arra visszahatásként, hogy a tanácsköztársaság vezetőinek túlnyomó többsége zsidó származású volt. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy így persze ez se teljesen igaz, hiszen a döntő többségük saját hitét is megtagadta, és internacionalistának nevezte magát. Minden esetre a társadalomban ez úgy rögzült, hogy nagyon sok zsidó származású is
zsidó uralomnak nevezte a tanácsköztársaságot. Ez a törvény részben erre adott egyébként torz és rossz válasz volt, részben pedig arra adott felelet, hogy 1910-ben már az egyetemi főiskolai hallgatók több mint 30%-a volt izraelita, ami azt jelentette, hogy a lakosságban elfoglalt arányszámuk 6-7-szeresét foglalták el az egyetemeken, és ezt az aránytalanságot próbálták megint csak egy az állampolgári jogokat részben sértő rendelkezéssel korrigálni. Hozzáteszem, hogy nem kizárólag a zsidók ellen irányult ez a törvény, hanem a hölgyek ellen is, amelyet egyébként olyan konzervatív gondolkodók is szóvá tettek, hölgyek, kiváló tudósok, mint például Magyar Iné Tehert Margit vagy Bobula Ida, akik konzervatív oldalról a feminizmus első magyarországi képviselői között voltak. És Kléberszbergnek is nagyon sok gondot okozott ez a törvény, hiszen ő maga, mikor meghozták a törvényt, kivonult az ülésteremből, ezzel is jelezve, hogy nem ért avval egyet, és az 1920-as évek közepén több interjúban, újságcikkben is kifejtette, hogy szükséges rosszként tartja fenn ezt az intézkedést. Ráadásul a nemzetközi porondon is állandóan védenie kellett Magyarországot, védenie azt a törvényt, amit egyébként ő nem helyeselt. Így tette például 1925-ben Genfben a Népszövetségnek, ami a mai ENSZ-nek, az Egyesült Nemzetek Szövetségének a jogelődje, az erről szóló ülésen is. Nos, mindennek sok-sok szegedi vonatkozása is volt, amiből én most csak két dolgot említenék meg. 1927. februárjának végén, mikor Kléberszberg Kuno Szegedre látogatott, akkor ezt a látogatását az egyetemi ifjúság szervezett csoportjai, elsősorban a bajtársi egyesületek tagsága, ezek többnyire radikális, jobboldali egyesületek voltak, kikelt Kléberszberg ellen, és egy híres antiszemita nótát, az Ergerbergelt énekelték, amiatt, mert nem sokkal ezelőtt a látogatás előtt Kléberszberg Kuno egy egyébként kiváló sebészt, Ádám Lajost kinevezett Budapesten a harmadik sebészeti klinika élére. Egy másik szegedi mozzanat, 1930. novemberében Szentgyörgyi Albert, aki ebben az esztendőben tért haza külföldi tartózkodásából a Szegedi Egyetemre, a tanulmányi eredményekkel kapcsolatban mondta a diákoknak, idézem, kívánatosnak tartaná, ha tüntetések helyett, mármint a zsidókkal szembeni, zsidó diákokkal szembeni tüntetések helyett, a zsidó hallgatóktól megtanulnák, hogyan kell tanulni. Végül Kléberszberg minisztersége alatt 1928-ban enyhítették ezt a törvényt, aminek az lett a következménye, hogy a következő években megint emelkedett a zsidó hallgatóknak az aránya az egyetemeken és főiskolákon. Persze soha nem érte el azt a szintet, mint 1918 előtt. Most a menekült egyetemek kérdése Szeged szempontjából egy alapvető dolog, hiszen, mint már említettem, 1921-ben ide költözik a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem, és hogy mennyire komolyan gondolják azt, hogy a kolozsvári egyetem költözik ide, azt jelzi, hogy jogfolytonosnak tekintik a kolozsvári egyetem működését. Kolozsvárot a régi egyetemi épületekben akkor egy román egyetem működik. A Szegedi Egyetem megtartja a Ferenc József nevet, és mindenki arra gondol ebben az időben, hogy néhány év múlva vissza fog költözni Kolozsvárra, mert Kolozsvár ismét magyar lesz. Azt, hogy jogfolytonosnak tartották az intézményt a kolozsvári egyetemmel, mi sem mutatja jobban, mint hogy 1940-ben
amikor a keleti részeket és Észak-Erdélyt a Székelyfölddel visszacsatolják Magyarországhoz, és Kolozsvár is visszakerül Magyarországhoz, rögtön ismét magyar nyelvű lesz a Kolozsvári Egyetem, és innen Szegedről úgymond visszaköltözik Kolozsvárra a hallgatók egy részével, meg a tanárok egy részével, és jogi értelemben Szegeden nem 1921-ben, hanem csak 1940-ben alakul egyetem, Horthy Miklós Tudományegyetem néven, a kormányzóról elnevezve. Addig az itt működő intézmény az tulajdonképp, ha úgy tetszik, a Kolozsvári Egyetem. Magáról az egyetemek menekítéséről még Klebersberg minisztersége előtt 1921-ben hoztak törvényt. Vas József miniszter, kultuszminiszter volt az, aki ennek a törvénynek az indoklását adta, és felolvasom, hiszen szinte minden kultúrpolitikus így gondolkodott ebben az időben, ahogy Vas József mondta, és a szavait a későbbiekben hasonló értelemben Klebersberg is sokszor ismételte. Idézem. Nincsen magyar ember, akinek szívében ne égne a vágy, ne élne a remény országunk régi határainak visszaállítására és nemzetünk egyesítésére. Itt zárójelben jegyzem meg, hogy az említett okok miatt a revízió, azaz Magyarország egykori területének részbeni vagy teljes újbóli birtoklása, ez minden magyar politikai erőnek az alapvető követelése volt. Szélső baltól szélső jobbig, tehát ha úgy tetszik, ez volt a legkisebb közös politikai többszörös a magyar politikában. Mondhatnám, hogy a kommunistáktól a nyilasokig, ezt mindenki vallotta. Abban voltak különbségek, hogy most milyen legyen a revízió, etnikai alapon, vagy pedig az egykori Szent Istváni Magyarországot adják vissza. Hogy folytatta Vas József, idézem, minthogy azonban ez idő szerint ezért a szent célért eredményesen csak békés eszközökkel, a kultúra fegyverével küzdhetünk, minden eszközt meg kell ragadnunk arra, hogy ellenséges szomszédaink feletti kultúrfölényünket továbbra is fenntartsuk. Ez a kultúrfölény kifejezés a 19. század végétől él a magyar politikában, de Klebersberg Kuno volt az, aki a legtöbbet hangoztatta. Mit jelentett ez? Elsősorban azt, hogy a kulturális mutatói a magyarságnak jóval kedvezőbbek voltak a 20. század elején, mint a Magyarország területén élő, a 18 előtti Magyarország területén élő más nemzetiségieké. Egyedül a németek kulturális mutatói voltak kedvezőbbek, ezután következtek a magyarok, és messze ettől leszakadva a románok, szlovákok és szerbek, de itt azért azt is hozzá kell tennem, hogy a Magyarországon élő románok, szerbek kulturális mutatói sokkal kedvezőbbek voltak, mint a Romániában vagy a Szerbiában élő nemzettársaiké. Tehát ez is egy nagyon érdekes fejlemény. Vas József így folytatta indokolását. Nem csak hazafias kötelességünk, tehát hogy hontalanná vált egyetemeinket elpusztulni ne engedjük, hanem országunk területi integritásának és a magyar nemzet jövőjének biztosítása is megköveteli, hogy tudományegyetemeinknek, mint a magyar tudományosság és a magyar nemzeti kultúra leghatalmasabb oszlopainak számát ne csökkentsük. Új vidéki, életerős kulturális központok megteremtése olyan fontos, életbevágó kulturális kérdés, amelynek elbírálása nem történhetik tisztán pénzügyi tekintetből. Mint látni fogjuk, erre Klebersberg Kuno is többször visszatér a továbbiakban. Ha már az anyagi lehetőségekről volt szó, akkor életében Klebersberget rengetegen bírálták amiatt, hogy a saját tárcájának, a saját minisztériumának, a vallás- és közoktatásügyi minisztériumnak olyan költségvetést tudott biztosítani, ami messze túlszárnyalta a többi tárcát. Ez valóban így volt, hiszen 1921-től elég meredeken emelkedett a vallás- és közoktatásügyi minisztérium
állami költségvetésből való részesedése. 1926-ban már az összes minisztérium közül ez a tárca kapta a legnagyobb állami támogatást, 1927-ben ennek az aránya az állami büdzsén belül 10% fölötti volt, és ez egészen 1943-ig, már jóval Klebersberg halála utánig, a II. Világháború kellős közepéig, háború idején is így maradt. Klebersbergnek ebben óriási szerepe volt, mindenféle támadással szemben sikerült megvédeni a tárca érdekeit. Például egy ilyen nagy támadás volt 1925-ben, mikor felállítottak egy országos takarékossági bizottságot, és ennek egyik fő javaslata az volt, hogy az egyetemek számát csökkenteni kell, egyetemi karokat be kell zárni. Klebersberg végül elérte, hozzáteszem, hogy Bethlen Istvánnak, a miniszterelnöknek a rendkívül hatatos támogatásával, hogy ez mégse így történjen. No, most éppen ilyen pénzügyi okok miatt voltak gyakoriak az ehhez hasonló plakátok, ahol Klebersberget ott látjuk egy asztalnál, egyébként ami ki van terítve, az első irat, az a Szegedi Egyetem feliratot viseli. Hátulról pedig Bud János pénzügyminiszter akarja ledöfni, amiatt, hogy ne kérjen már ilyen komoly támogatásokat a magyar állami büdzséből. Hozzáteszem, hogy annyi igazságtalan van ebben az ábrázolásban, hogy Bud János majdnem mindig támogatta Klebersbergnek a kéréseit, tehát vele szemben kicsit méltánytalan ez a karikatúra. Na most, hogy milyen támadások érték Klebersberget, arra két példát hoznék. Az egyik a korszak egyik népszerű bírójától, kultuszírójától, akit elsősorban az egyetemisták kedveltek, Szabó Dezsőtől származik. Idézem, Klebersberg engedte tovább germánosítani a magyar közoktatást az egész vonalon. A minisztériumban az irányító helyek nagy részét, az egyetemek katedrái blutfervántok, azaz vértestvérek töltötték meg már, mint hogy germánok. Ráépített Szeged és Pécs nyakára egy-egy súlyos egyetemet azzal a nagyszerű érvel, hogy ne szaporítsuk a szellemi proletárságot. Pécs és Szeged város lakosságának és környékük azon néprétegének, mely emberanyagot küld az egyetemekre, túlnyomó része sváb, mondta Szabó Dezső. Idézem tovább, a numerus clausus ügyes kezelésével és a kitűnő földrajzi helyzettel tehát el lehet érni, hogy az egyetemek a magyar élet minden helyét egyhamar egy derék faj kebeléből lássák el. Szegeden ezt a célt ideig óráig elálcázza az Erdélyből odakerült magyar diákok kultúrkocsmázása. Ezzel arra utalt Szabó Dezső, hogy elég sok erdélyi magyar fiatal tanult itt a Szegedi Egyetemen ebben az időben. Nem többet jelentett volna-e magyarságnak, teszi fel a költői kérdést, ha azzal a pénzzel, melyet a szegedi és pécsi egyetemekre rápotem kínozott, megmentette volna a székelyudvarhelyi kálvinista gimnáziumot és a magyarság más erdélyi iskoláit. Egy másik hasonló támadás a kiváló politikustól, Bajcsi Zsilinszky Endrétől érkezett, aki egy politikai programjában, egy kötetet tett ki ez a programtervezet, a következőt írta részben Szabó Dezsőhöz hasonlóan. Az elszakított területek magyar egyetemeinek teljes egészükben való áttelepítése, illetőleg kiépítése nincs arányban a ma szükségleteivel, az ország gazdasági helyzetével és a népnevelés alsó fokozatainak égbe kiáltó hiányosságaival. Elegendő lett volna ezeknek az egyetemeknek egyelőre csak szimbolikus átmentése, akként, hogy minden egyetem csonka maradjon, és csak egy-egy fakultást foglalt volna magába, de ezt azután annál tökéletesebb szellemi és tárgyi felszereléssel, javasolta Bajcsi Zsilinszky Endre. Milyen tudománypolitikai elvek álltak Klebersberg egyetem politikája mögött? Hát elsősorban, és ezt most nem részletezem, a német tudománypolitika eredményei,
Ez mindenek előtt azért, mert ő 1895-96-ban a világ akkori legkiválóbb egyetemén, a Berlini Tudományegyetemen töltött egy évet, és ott világhírű professzoroktól hallgatott előadásokat, részben a tudományszervezésről is. Klebersberg nagyon sokszor hangsúlyozta, hogy kultúrpolitikájának két alappillére van, ahogy ő mondta, az alsóbb néprétegeknek a nevelése, a kiemelése. Ezt a célt szolgálta ugye az állami népiskola építési program, amelynek eredményeként 1926 és 1930 között 5000 népiskolai objektumot építettek Magyarországon, nem 5000 iskolát, ez körülbelül 1100 iskolát jelentett. A népiskolai objektum azt jelentette, hogy osztályterem, illetve tanítói lakás. Egyébként az 5000-et éppen Szeged Rókuson adták át, mint még lesz erről szó. A másik pedig, a másik alappillér az az elitnevelés volt. Az elitnevelés annak érdekében, hogy Magyarország európai színvonalú közigazgatási és tudós gárdával rendelkezzen, és így tudjon minél jobb eredményeket elérni az ország és a revízió ügyének előmozdítása érdekében. Nos, az elitnevelést szolgálták az egyetemek, annál is inkább, mert szó lesz róla, hogy ebben az időben még a középiskolák is elitképző intézetnek minősültek. A két világháború közötti időszakban kevesebb, mint harmadannyi középiskolás volt, mint ahány egyetemista ma van Magyarországon. Egy középiskolai érettségi, ezt nyugodt szívvel állítom, körülbelül annyit ért, mint egy mai doktori fokozat. Ha megnézzük az arányokat, akkor körülbelül annyian érettségiztek, mint ahányan ma doktorálnak. Úgyhogy ilyen szempontból is áll ez a hasonlat. Tehát az egyetemek voltak a kulcsai ennek az elitképzésnek, illetve a Klebersberg által Bécsben, Berlinben, Rómában, Párizsban létrehozott külföldi magyar intézetek, valamint egy olyan ösztöndíj akció, amely az egyetemet már elvégzett legtehetségesebb fiatalok külföldi továbbtanulását, ma úgy mondanánk, hogy posztgraduális képzését szolgálta. Most ebből a szempontból is látjuk, hogy nagyon komoly eredmények történtek. Nagyon komoly eredmények, hiszen a tudományos állásoknak a száma nagyon gyorsan emelkedett Magyarországon 1918 után. Mindezt alátámasztotta egy olyan ideológia, amely a már említett kultúrfölény elképzelésre, illetve a Klebersberg által létrehozott kicsit fura szóösszetételre, a neonacionalizmusra nyúlik vissza. Ha ezt az utóbbi kicsit szerencsétlen szót nézzük, akkor ennek a tartalma viszont abszolút pozitív és követhető volt, hiszen az volt a lényege, hogy Klebersberg azt mondta, hogy megváltozott a nacionalizmus tartalma Magyarországon 1918 után. Megváltozott, hiszen 18 előtt a magyarság elsősorban az osztrák tartományokkal szemben és az osztrákokkal szemben határozta meg magát, mivel egy birodalomban éltünk, meg a Magyarországon élő nemzetiségekkel szemben, akikkel állandóak voltak a súrlódások. Mivel 18 után ez a két probléma megszűnt, nem éltünk már államközösségben Ausztriával, nemzetiségek alig maradtak Magyarországon, kivéve a félmilliós németséget, ezért egy újfajta nacionalizmusra van szükség, amelynek a fő célja az, hogy pozitív gondolkodású alkotó embereket neveljen, annak érdekében, hogy Magyarország minél jobb helyet vívjon ki magának Európában. Egyetem politikája Huszti József értékelése szerint a következőben volt összegezhető. Huszti József egy kiváló klasszika filológus volt, aki az első életrajzot írta a Gróf Klebersberg Kunóról 1942-ben. Idézem, egyetemeink sorsában látta szimbolizálva a magyar sorsot, nemzetünk egész tragikumát, históriánk mélységes szomorúságát.
Na most említettem az előbb különböző számadatokat, itt láthatják fettel kiemelve, hogy hány egyetemi hallgató volt ebben az időben Magyarországon. Tehát a két háború közötti időszakban, az 1920-as években az összes egyetemi főiskolai hallgató létszáma körülbelül 15 ezer fő volt. Ma több mint 300 ezer, és 10 éve még 400 ezer körül volt. Tehát itt látható az óriási különbség a két világháború közötti korszak és a mai kor között. A képen pedig azt a Bethlen Istvánt láthatják, aki kormányfőként, miniszterelnökként, mint röviden már említettem, minden tekintetben támogatta Klebersbergnek az elképzeléseit, sokszor hangsúlyozta, hogy gróf Klebersberg kunó politikája az én politikám is. Klebersberg nagyon fontosnak gondolta az egyetemi autonómia erősítését, azt, hogy az egyetemek maguk dönthessenek az őket érintő kérdésekről. És kiváló munkatársakat választott maga mellé annak érdekében, hogy elképzeléseit minél jobban érvényesíteni tudja, illetve minél jobban értesüljön az egyetemeknek az elképzeléseiről. A képen látható Magyari Zoltán minden idők legkiválóbb magyar közigazgatás tudósa volt, hosszú időn át a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumban dolgozott Klebersberg mellett, és ő irányította ekkoriban a tudománypolitikai ügyosztályt. Ez ma egy helyettes államtitkárságnak felelne meg körülbelül, ami azt jelentette, hogy ő tartotta a kapcsolatot az egyetemekkel, de a külföldi magyar intézetek alapítását is ő intézte. Magyari gyakran tett tanulmányutakat szerte Európában, és nem csak Európában, a későbbiekben, már Klebersberg halála után az USA-ban is, és mindenütt próbálta a legmodernebb egyetempolitikai elképzeléseket tanulmányozni, és ezeket Klebersbergnek közvetíteni. Nagyon sok Klebersberg gondolatban ismerhető fel Magyarinak a hatása. És Klebersberget én ezért is tartom államférfinek, mert egy államférfinál nem az fontos, hogy eredeti gondolkodó legyen, Klebersberg nem volt az, de kiválóan tudta mások gondolatait politikai célok érdekében hasznosítani. Így történt Magyari Zoltánnal is, akinek a szavai gyakran egy az egyben ismételte és érvényesítette a politikai vezetés felé. Egyetempolitikai elképzeléseiben nagyon fontos törekvés volt, hogy idézem, ahol egy-egy tudományszakra csak egy-egy egyetemi tanszék van, abban a tudományszakban tudományosságról egyáltalán szó sem lehet. Egy ember nem képvisel tudományosságot, ott nincs eszmecsere, nincsenek viták, nincs meg az eszmék súrlódása. Tehát ezért is támogatta azt, hogy a vidéki egyetemeken is legyenek meg ugyanazok a tanszékek, amelyek mondjuk a budapesti egyetemen megvannak. Itt hozzáteszem megint, hogy nagyon sokat változott e tekintetben is azóta az élet. Abban az időben az egyetemi tanszékek tulajdonképp egyszemélyes tanszékek voltak, egy egyetemi professzor vezette, és ennyi. Tanársegédet alkalmazhatott maga mellett, de ez jelentett akkor egy tanszéket. Tehát egész más volt az egyetemi modell, nem csak Magyarországon, hanem szerte Európában is, mint napjainkban. Most a támogatásokkal kapcsolatban hangsúlyoznom kell, hogy a rendelkezésére álló egyetemi célokra szóló összegek nagy részét Klebersberg nem a budapesti, hanem a vidéki egyetemekre fordította, és ebben is kiemelkedett a 20-as évek első felében Debrecen, majd 1926-tól 1930-ig a Szegedi Tudományegyetem. Nagyon sok elképzeléséről szólhatnék még, de kicsit Szegedre is koncentrálva, azt mindenképp meg kell említenem, hogy nem csak a közoktatást reformálta meg különböző törvényeivel, hanem a felső oktatást is, például avval, hogy a polgári
iskolákat képző tanárokat egy reform keretében, ezeknek a tanároknak a képzését teljesen átalakította, egy intézményben egyesítette az addig szétszórtan működő polgári iskolai tanárképzőket, és ezt az intézményt 1928-ban ide Szegedre helyezte át, ugye ekkora hivatalos neve ennek polgári iskolai tanárképző főiskola volt. Maga a polgári iskola egyébként ebben a korszakban egy középfokú iskolának minősült, a mai oktatási rendszerben viszont az általános iskola felső négy osztályát jelenteni, és elsősorban a kisebb hivatali állásokra, kereskedelmi állásokra, kisebb tisztviselői állásokra képesített. Nos, hát ezt a képzést azzal, hogy ide Szegedre hozta, avval erősítette a Szegedi Egyetemet is, hiszen a polgári iskolai tanárképzőkbe járóknak az egyetemen is kellett hallgatniuk órákat, és itt több száz főről volt szó, ami akkor egy egyetemen nagyon nagy kontingensnek minősült, így a Szegedi Egyetem is erősödött Klebersberg tevékenysége révén. Hát nem véletlen, hogy mindegyik vidéki egyetem díszdoktorává avatta Klebersberg Kunót, akiről itt egy jól sikerült karikatúrát láthatunk, a Szegedi 1926-ban, és egy külföldi egyetemtől, a Római Egyetemtől is megkapta ezt a címet. Itt az 1936-os díszdoktorrá avatásáról látunk egy felvételt. A háttérben, ott önöknek balról a második Szent Györgyi Albertet is láthatjuk. Klebersberg ezen a képen nincs rajta, az őt ünneplő tanárok vannak. Nagyon fontos volt az egyetemi klinikai építkezéseknek a sora, amiben szintén Debrecen és Szeged volt Klebersberg számára a legfontosabb. Ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Magyarországon a közegészségügyi helyzet a két világháború között nagyon jelentősen javult, csökkent a csecsemő hajlandóság, rendkívül megnőtt a kórházi ágyaknak a száma. Sok vád érte Klebersberget amiatt, hogy elsősorban Debrecent és Szegedet fejleszti. Mit mondtak azok, akik kritizálták emiatt? Hogy Debrecent azért fejleszti, mert Bethlen István miniszterelnök Debrecen képviselője. Ez így is volt, és van valami ebben a vádban. Klebersberg pedig Szeged képviselője volt 1926-tól, és épp ekkortól indulnak meg a nagy szegedi építkezések, amiről itt már hallhattak előadást a Szabad Egyetemen, ezért nem is részletezem én ezeket. Ebben is volt némi igazság, de hát az vesse rájuk az első követ, aki nem ezt tenni az ő helyükben, hát nyilván minden képviselőnek a saját körzete fejlesztése a legfontosabb feladata. Tisztelt hölgyeim és uraim, nagyon sok másra került még sor, ebben az időszakban például a kontinens egyik első és egyik legjobb testnevelési felsőoktatási intézményének, a TF-nek, a testnevelési főiskolának az 1925-ös alapítására, a szegedi fejlesztésekre, amiről itt azért néhány képet engedjenek meg, hogy hozzak. Ugye 1926-ban volt az alap kőletétele annak az épület együttesnek, ami a Dom tér környékén alakult ki. Ennek keretében a klinikáktól kezdve az egyetemi épületeken át, világi egyházi intézményeken keresztül nagyon sok minden épült fel. Itt Horthy Miklóst és Klebersberget is láthatjuk ezen a fotón. Itt a kormányzó Horthy írja alá az alapító levelet, mármint a fejlesztéseknek az alapító levelét. Itt a domteret láthatjuk az egyetemi építkezés befejező szakaszában 1929-ben. Itt pedig azt, amikor 1930-ban ezt az egész épület együttest felavató rendezvények során, október végén, nagy ünnepségek keretében adják át rendeltetésének az itt épült intézményeket. Itt Horthy Miklós kormányzót köszönti a főispán,
itt a repülőgéppel Szegedre érkező Klebersberget üdvözlik, itt pedig az akkori rektor Kovács Ferenc beszédét láthatjuk, a kormányzó előtt szól az építkezésekről, itt a fotón Klebersberg is megjelenik ott az előtérben, József Habsburg királyi főherceggel, illetve az egyetem és a város képviselőit vezeti Klebersberg Kuno a domtéren, itt pedig a domtér szentelési ünnepségén láthatjuk 1930. október 25-én, ez meg egy kép a repülőből, amellyel Klebersberg Szegedre utazott, hát itt mindenki felismeri a domteret, a felépült klinikák, a domtér tornyából való kilátás, és itt az, amit már említettem, hogy ekkor adták át rendeltetésének az 5000. népiskolai tantermet, ami Szeged Rókuson készült el, a kormányzó és Klebersberg is részt vett ezen az ünnepélyes átadáson. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Időm előre haladtával, néhány diát átugorva, a vidéki egyetemek fejlesztésével egy dolgot szeretnék még mindenképpen kiemelni. Nevezetesen azt, hogy ez egy teljesen tudatos politika volt Klebersberg Kuno részéről. Ő ezt úgy hívta, hogy kultúrgeográfia. Mi volt ennek a kifejezésnek a háttere, a lényege? Hát az, hogy Trianon következtében, mint már mondtam, nagyon komoly magyar múlttal rendelkező városok sorát veszítette el a magyarság. Ahogy nevezzük, a 6 teljes körű regionális központ közül 5-öt vesztettünk el, Zágrábot, Pozsonyt, Kolozsvárt, Kassát és Temesvárt. Egyetlen egy maradt Magyarországon. A 4 úgynevezett hiányos funkciói regionális központ közül csak egy került határokon túlra, Nagyvárad. A 2 részleges funkciójú regionális központ közül mind a 2 határokon túlra került, ez Arad és Brassó volt, és így összességében azt mondhatjuk, hogy ebből a 12 településből, amely valamilyen szempontból regionális központnak minősült, egy teljes körű és 3 hiányos funkciójú maradt csak Magyarországon. Az egy teljes körű volt Debrecen, a 3 hiányos funkciójú regionális központ pedig Szeged, Pécs és Győr. Tehát ebből látszik, hogy milyen óriásiak voltak a veszteségek, és látszik az is, hogy ezek a regionális központok Győr kivételével mind-mind tudományegyetemi városok lettek, hiszen, ahogy már említettem, a 2 világháború között is 4 tudományegyeteme volt Magyarországnak, akár csak 1918 előtt, egy 3-szor akkora országban. Mit jelentett még ez a kulturális geográfia, vagy ahogy Klebersberg mondta, kultúrgeográfia? Az, hogy ő úgy gondolta, hogy 4 fajta közművelődési gócpont kell, hogy legyen Magyarországon. Az egyik a minden funkciót egybefoglaló Budapest, mint főváros. A másik az egyetemi városok, tehát Pécs, Szeged és Debrecen, amelyeket ő kultúrközpontoknak nevezett el, a régió legfejlettebb kulturális településeinek. Ezután követett, tehát ez volt a második szint, a harmadik szint a törvényhatósági jogú városok és megyei székhelyek voltak, amelyek mindenképp néhány középiskolával kellett, hogy rendelkezzenek. Hát ezek voltak a középiskolai gócpontok, és végül a negyedik, a járási székhely, amelyekben kellett, hogy legyen polgári iskola, amiről már tettem említést, hogy mi volt a polgári iskolának a lényege. Tehát ő az egyetemeket a tudomány és a magas kultúra fellegvárainak, kultúrtartományi központoknak nevezte. Célját is meghatározta több alkalommal, itt az egyik legjellemzőbb idézetet hozom. A kultúra területén folyó versenyben egy egyetem, egy rénakhoz hasonló, ez egy csatahajó,
hasonlatos, és nekünk nem lehetett és nem volt szabad ilyen nagy egységeket, tényezőket elveszteni. Elhatározásunkban, hogy mind a három vidéki egyetemet fenntartjuk, a legfőbb rugók egyik az a szándék volt, hogy végképp felhagyjunk a kulturális központosítás rendszerével, és elszántan és bátran a decentralizáció útján haladjunk. Magas bíróságok és állami hivatalok, középiskolák és kórházak önként átadták épületeiket, ezt ő elsősorban Szegedre és Debrecenre hozta példaként, hogy az egyetemnek adták át önként épületeiket. Vidéki városok nagy anyagi áldozatokat hoztak, Szeged városa bizony majdnem belerokkant, hogy az építkezéseknek csak nem a felét a városnak kellett fizetni. Magánosok nagy adományokkal járultak hozzá, hogy a menekült egyetemek új, habár szerény otthonhoz jussanak. Záró gondolatként megemlíteném, hogy Klebersbergnek volt köszönhető az is, hogy az egyik legjelentősebb, az egész világ egyik legjelentősebb tudományos alapítványa, a Rockefeller Foundation, a Rockefeller Alapítvány nagyon komoly támogatást adott az 1920-as évek közepétől Magyarországnak, és igen komoly támogatást Magyarországon belül Szeged városának, amely elsősorban a képen látható Szentgyörgyi Albertnek volt köszönhető, mint említettem, ő 1930-ban került az egyetemre, és szegedi egyetemi tanárként vette aztán át 7 esztendő múlva a Nobel-díját. A szegedi egyetem csaknem 700 ezer pengőt kapott a Rockefeller alapítványtól, illetve még további összegeket ehhez a 700 ezer pengőhöz. Ezt úgy képzeljék el, hogy volt a korszakban egy népszerű dal, aminek ugye az volt a refrénje, hogy havi 200 fixel, az ember könnyen viccel. Tehát egy 200 pengős fizetés az már egy nagyon jó fizetésnek számított ebben az időben. Tehát rendkívüli hatása volt ennek is, és ez megint Klebersbergnek köszönhető. Két rövid idézetet olvasnék fel, és ezzel zárom mondandómat, egyetértve azokkal, akik ezeket az idézeteket írták. Az egyik Tinemann Tivadartól, egy méltatlanul elfeledett, kiváló magyar irodalomtudóstól származik, akit a világon jobban ismernek, mint bármely más magyar irodalomtudós, mi meg megfeledkeztünk róla. Ő Klebersberggel egyébként jó kapcsolata volt. 1984-ben emlékeim szerint, amikor ő már 94 éves volt, Tinemann Tivadar, de teljesen friss szellemileg, a következőket írta. Meggyőződésem, hogy a Horthy érának az a kora, mikor Bethlen István volt miniszterelnök, Klebersberg Kuno kultuszminiszter, Kornis Gyula kultuszállamtitkár, Csonka Magyarországnak páratlan kulturális aranykora volt, és itt hozza erre a példákat jelezve, hogy mindez Klebersberg Kunónak köszönhető elsősorban, akinek az utódai szerinte, idézem, liliputi törpék voltak Klebersberg Kornis óriásokhoz képest. Klebersberghez hasonlónak csak Humann Bálint minisztert nevezte, Klebersberg utódját, de, mint mondta, Humann is a nívó süllyedését jelentette. A másik idézet egy nagyon neves porosz tudóstól származik, aki a két világháború közötti időszak nemzetközileg is egyik legismertebb tudománypolitikusa volt, emellett pedig nemzetközi hírű orientalista. Karl-Heinrich Beckerről van szó, itt a fotón egy nagyon fontos kép szerintem, Gajatetőn láthatjuk a magyar tudománypolitika alakítóit. Önöknek balról jobbra Magyari Zoltán, aki mosolyog, mellette Gragger Robert, minden idők legkiválóbb kulturális diplomatája, mellette Karl-Heinrich Becker, Gragger Robert legjobb barátja, és a kép másik szélén pedig Klebersberg Kuno. Karl-Heinrich Becker 1926-ban jó egy hetet töltött el Magyarországon, és egy 30 oldalas jelentést írt az útjáról.
a következőkben összegezte a véleményét, és ez azért is fontos, mert Karl Heinrich Becker egy liberális politikus volt, tehát nem jobboldali, pláne nem szélsőséges politikusról van szó. Idézem, az özbenyomás, amelyet a kormányzatról és annak belpolitikájáról nyerünk, minden esetre azt mutatja, hogy sok okossággal és megfontoltan tesznek meg mindent a trianoni békeszerződés szörnyű hatásainak a leküzdésére, és Magyarország újjászületésének az alapjait rakják le. És most jön a gondolatnak a legfontosabb része. Mindez elsősorban egy nagyon alaposan végiggondolt és rendszerszerűen építkező kultúrpolitika alapján történik. Ami, mint kifejtette Klebersberg Kunónak köszönhető. Hát ha egy nemzetközi hírű tudománypolitikus ezt mondta, akkor azt gondolom, hogy szavait minden Klebersberget részben joggal ért kritika ellenére is illik megfogadnunk, és sok szempontból jó lenne, ha a kultúrpolitikának ismét olyan erős szerepe lenne Magyarországon, beleértve az egyetempolitikát is, mint egykor gróf Klebersberg Kunó idejében volt. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket! Köszönjük szépen professzor úr előadását, és hölgyeim és uraim, kedves nézőink, köszönöm egész fél éves megtisztelő figyelmüket is. Várjuk Önöket a következő szemeszterben is. Viszontlátásra! Thank you.